Komoly terhelés alatt vannak a Cetefeger OB1-es férfi vízilabda csapat tagjai. A bajnokságban, a bajnokok ligájában és sokan a válogatott keretben is napról napra bizonyítanak. Az OB1-ben épp a nagy rivális Szolnok elleni hazai mérkőzéssel zárult a középszakasz, amit 8-5-re nyertek hárajék. Ezzel az élen végeztek, és a 7 megszerzett pontig tartó elődöntős párharcban majd a friss Európa Kupa győztes Ferencvárossal mérkőznek. A bajnokok ligája csoportkör utolsó előtti szerdai fordulójának tétje a BL 6-os döntőben való szereplés volt. Ehhez a szerb Partizán Belgrádon keresztül vezetett az út. A szolnoki találkozóhoz hasonlóan most is kevés gólos meccset játszott az Eger. Az első félidőben még a belgrádiak vezettek 3-2-re, utána viszont sorra jöttek az egri gólok. 8-4-re győzött a Cetef Eger, így a harmadik továbbjutó hely már biztos a csoportban. Ez volt a mérkőzés kulcsa, hogy bármi történt hátul, ugyanen stabilak voltunk, illetve fizikálisan is azért fölé kerekedtünk a Partizánnak, mert a második félidőt azt nagyon magabiztosan hoztuk. Ott már elől is bejöttek a dolgaink, de hát ez mindig hátulról indul. Illetve én ide sorolnám még azért a Szolnok elleni 4-4-ünket is, mert azért úgy gondolom, hogy 8-4 alatt két ilyen szintű csapattól kapni 9 gólt összesen, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Zsinórban harmadszor lesz ott a kontinens legjobb csapatai között Dabroszky Norbert és Petrovai Márton együttese. 4 nap pihenőt kapnak most a játékosok, kivéve a magyar válogatott keretbe behívottak, mert ők hétvégén Mersz Tamás szövetségi kapitány keze alatt dolgoznak. Utána a Ferencváros elleni bajnoki elődöntőre készül a csapat. A 7 pontig tartó párharc 4-1-es egri vezetésről indul, hiszen a bajnokságban egymás ellen elért eredményeket magukkal hozzák a csapatok. Az első meccs április 16-án szombaton 19:30-tól Egerben lesz. Utána a BL csoportkör zárásaként a tavalyi BL győztes horvát Juk Dubrovnikot fogadják az egriek. Hazai győzelem esetén csoport második lehet, Dabroszky Norbert együttese. A bajnokok ligája 6-os döntő május 25-e és 27-e között lesz az új Duna arénában.